Vannak beteg emberek a világon. Hát, akikről inkább jobb lenne nem is tudni. Nagyon szeretet és pogácsa mindenkinek, főadmin vagyok, és mint már lehet néhányan hallottátok, Momo és Hicsul együtt vannak. Yes! Elvaz! Kifejezetten nagyon is örülök ennek a hírnek. Igazából számomra öröm látni azt, hogy a Twice-ok sorra találják meg a boldogságukat. Ugye már volt Jihyo-nak is, és most már Momo is. Na de lássuk egy kicsit, hogy mi is ennek a sztória. Egészen friss ez a hír, éppen ezért túl sok információ még nem nagyon került napvilágra. Azt viszont tudjuk, hogy már az első pletykák a kapcsolatukról már augusztus környékén megjelentek. Szóval 2019. augusztus környékén. De ezzel nem igazán foglalkozott senki. Tényleg mondható az, hogy akár egy shippelésnek gondolták az egészet, vagyis azt tudták, hogy találkoznak, de nem gondolták volna, hogy bármi lenne köztük. Köztudott volt, hogy Momo és Hicsul között van egy ilyen Sanbei-Hobe kapcsolat, vagyis tényleg felnézett Momo Hicsulra, mert ugyebár régebben debütált egy tapasztalt nagy híresség, amint Momo szemében. Hicsul pedig kedves volt mindig Momóval, és amiben tudta, segítette és támogatta. Na most ebből a viszonyból valahogy úgy látszik, hogy szerelmi románc alakult ki. Az egyik hírszerző oldal január 1-én környékezte meg a lemezkiadókat, támadta be, hogy mit tudnak erről az egészről. És érdekes módon mind a két lemezkiadó nagyjából ugyanúgy reagált, hogy egyeztetni fognak az idolokkal. Vagyis valószínűleg sem a JYP Entertainment, sem az SM nem gondolta volna, hogy lehet, hogy ez tényleg igaz, és állítólag néhány óra eltelte után, az egyeztetés után kiderült, hogy tényleg valóban igaz, megerősítette mind a két lemezkiadó, és továbbá átadtak egy üzenetet is, amit Momo és Hicsul közösen küldenek, méghozzá azt, hogy ugyanúgy, ahogy eddig sem volt túlságosan feltűnő, hogy ők párkapcsolatban vannak, ugyanúgy mindent meg fognak tenni a jövőben is, hogy a maximumot nyújtsák, ugyanúgy, ahogy eddig is, vagyis az, hogy ők kapcsolatban vannak, nem lesz semmilyen kihatással a karrierjükre, és attól mind a ketten ugyanúgy teljes gőzerővel fognak dolgozni. Ez lenne az első hírünk, a második hírünk már nem feltétlenül ennyire vidám, inkább egy kicsit bizarr. Az új évre, karácsonyra Lisa hazautazott Bangkokba, és ott is töltött egy kis időt. Január 2-án tért vissza Szöulba, és nem sokra rá fel is töltött jó pár Bangkokban készült képet. Bangkokban megfordult egy híres kávézóban is, ahol igazából ki is posztolták azt, hogy köszönik, hogy Lisa ott volt, stb. Ezt az egészet le is lehetne zárni igazából ennyivel, de viszont feltűnt a rajongóknak, hogy a kávézónak a tulajdonosa, hát kicsit szexuális, kicsit perverz kommenteket ír Lisának az új képeire. Meg úgy unblock úgy a képeire. És még hogyha csak ennyiből állna az egész, akkor is egy kicsit furcsa, de a java még csak ezután következik. Mert ugyanis észrevették, hogy azt a helyet, ahol Lisa ült, szinte szerette volna érintetlenül hagyni, és áruba bocsájtani azokat a dolgokat, amivel Lisa érintkezett. És ez annyira bizarr amúgy. Na most, szóval, lássuk tisztában. Azon a helyen, ahol ült, a szalvétát, a tányért, az evőeszközöket, a poharát, amiből ivott, nem mosták el, mindent eltettek zacskóba, és áruba bocsájtotta a kávézó tulajdonos, hogy ezeket szépen el fogja adni. Vagyis nem is, hogy mond rá egy árat, hanem árverésre bocsájtja. És, mint általa kiderült, Lisa volt a mosdóban is, ebben a kávézóban, az a mosdófülke is le van zárva azóta, és az is áruba van bocsájtva, hogy aki valamennyi összeget fizet, az bemehet, és kereshet Lisa DNS-eket, hajszálat, vagy bármi mást a mosdóban utána. Ez már nagyon beteg és nagyon bizarr dolog. És ténylegesen amúgy ez az egész áruba lett bocsájtva, lehet, mire ez a videó készül, amúgy a poharak meg az evőeszközök már is lettek adva. Az egyetlen dolog, amiről kiszivárgott még hír, az, hogy valaki Lisa székéért, amin ült, képes lett volna körülbelül 1 millió forintnak megfelelő pénzt adni az árverésen,
és erre igencsak fel volt háborodva a kávézó tulajdonos, mivel nagyon keveselte ezt az összeget érte. Az egész nagyon bizarr és nagyon creepy, és a YG Entertainment úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja ezt annyiban hagyni. Igazából az ilyen áruba bocsájtással nem tudnak mit csinálni, de viszont maga a szexuális kommentek miatt eljárást készítenek indítani a kávézó tulajdonos ellen. Az pedig, hogy utána ezeket a tárgyakat áruba bocsájtotta, az valahogy nem lehet igazából megtámadni, mert igazából a saját kávézójának a székét és a dolgait adja el. Az kérdéses, hogy ez mennyire etikailag elfogadott dolog. Szerintem Lisa többet nem akarja majd betenni a lábát abba a kávézóba, és szerintem a tulajdonosával se akar találkozni. Nem is tudom, hogy egyáltalán vajon találkoztak-e. Röviden is tömören erről a két hírről szerettem volna ebben a videóban beszélni, hogyha bármilyen más egetrengető vagy érdekes hírről hallottok a K-pop világával kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg kommentrészlegbe, és hogyha elég információt tudok róla szerezni, akkor azokról is fog majd készülni videó. Legyetek nagyon jók adminkák, hallgassatok minél több K-popot, és sziasztok!